Üdvözlöm Önöket a Világexpedíció Balaton körüli útjának egy újabb napján. Jöjjenek és nézzék meg, hogy mi történt a mai napon. A Világexpedíció a magyar tenger körüli útja során felkereste Koncz Imrét, balatonakadi polgármesterét, és egy rövid baráti beszélgetés után közösen dobták be a Balatonba a Dr. Medvecki Világexpedíció üzenetét. Nagy tisztelettel megkérném, hogy a Balaton Akali üzenetet, a palacba zárt üzenetünket helyezze el, azaz, hogy dobja be a magyar tengerbe. Amikor nem annyira tökéletes az idő a Balatonon, hogy fürdésre sor kerülhessen, akkor mivel tudják eltölteni itt a szabad idejüket? Igazából, ha az ember pár évet nyaralt a Balatonon, akkor ilyen tihany kezdhet, tehát ami úgy híresebb dolog, azt már látta, utána elég nehéz programot találni, de azért lehet. We can go and look at the boats. We've just seen someone fishing and they caught a little fish. You touched the fish, didn't you, Adam? We're gonna go and get something to eat. And also, you know, just walk along and have a look at the Balaton. El lehet menni Ausztriába, az egy nagyon kellemes program. Pénzkérdés. Itt semmit. Hát biztos lehet valamit csinálni. Aludni. The weather is here quite nice. You think yesterday we had in Budapest a lot of rain and shower. Our tent almost flew away, so it's here very nice. Rendszeresen itt Réfülöpön kirándulgatunk, biciklizünk, olvasgatok most éppen, mert nincs olyan jó idő, hogy a strandon legyünk. De nagyon kellemes, én nagyon szeretek itt, és most hosszabb szünidőm van, úgyhogy ráérek mindenre. I think you should do, when the weather is like this, you can do windsurfing, or when the weather is even worse, you can do sailing, windsurfing, stuff like that. Go on the boat, sightseeing, fishing. Rengeteg mindent, mi is ott lakunk Ábrahám hegyen, és hát nem tudtunk kimenni a strandra, legalábbis akkor még olyan idő volt, de hát az ember rengeteg mindent. Eljöttünk például Réfülöpre, kirándulunk, el lehet menni hajóval kirándulni, valahova messzebb város nézni, hát szóval rengeteg lehetőség van tulajdonképpen, föl kell találni magát az embernek. Hát itt a környéken rengeteg lehetőség van, el lehet menni Badacsonyba, kirándulni, megnézni a Kisfaludi házat, Egri múzeumot, aztán el lehet menni Keszthelyre, Festetics kastély, el lehet menni Szigligeti várhoz, azon kívül a Balatonegericsé Afrika múzeumba, például ott voltam az unokáimmal tegnap, és egy ragyogó kirándulás volt, el lehet menni Veszprémbe, Veszprémi vár, este pedig ugye a Veszprém Festnek a műsorára el lehet menni, hamarosan jönnek a kapolcsi napok, úgyhogy tele vagyunk programmal. Épülöpi tábor, ez is nagyon jó, oda is el lehet néha menni. Vannak itt jó kilátók, a Fülöp-hegyi kilátó, le lehet ülni mondjuk egy kávézónál, meginni mondjuk egy kávét, átmenni Balatonmonglára, vagy ha szeretünk esébe fürdeni, bemenni a Balatonba. Hey, we find it hartstikke leuk om hier te komen in de Balatonmeer en we zijn hier nou bij Dr. Medvecki en de World Expedition. En het is hartstikke leuk, het is heel mooi weer en het strand is er ook heel gezellig en leuke mensen ook allemaal. Ja. Dus top om hier te komen. Ja, en ja, voor meer informatie kun je naar www.villageexpeditio.com.
A parttól kicsit távolabb földtörténeti érdekességeket találhatnak azok, akik nem sajnálnak egy kis sétát. Expedíciós társaink ide is ellátogattak. Hévízes források ragasztották évek munkájával szikla alakzatokká Szentbékála, Salföld, Kékút és Köveskál híres kőtengereinek elődeit. A maradványaik ma is láthatók, bár a középkorban sokat ezek közül malomkőkészítésre használtak fel a közeli települések lakosai. Ártott nekik a korábban jellemző bányatevékenység is, megmaradt alakjukat azonban fontos geológiai emlékként ma már kiemelt védelem övezi. Egy kis kitérő után térjünk vissza a part mellé, ahonnan tudósítunk Rossa Ábrahám hegyről jelentkezik. Már is kapcsoljuk őt. How was your day, Dr. Medveszky? Köszönjük szépen! Hogy mondjam magyarul, mivel hogy Magyarországon gyalogol a világexpedíció, a mai napunk az nagyon jó volt. A reggeli órák úgy indult, hogy kicsit borult volt és nem sütött a nap, aminek a Balaton körüli nyaralók egy kicsit bosszúsak voltak, viszont nekünk jó volt, mert könnye volt a gyaloglás. Szép nap volt, nagyon sok jó emberrel találkoztunk, nagyon sok érdeklődővel, úgyhogy köszönjük szépen, nagyon jó volt minden. Gyakorlatilag az a missziónak, vagy legalábbis a világexpedíciónak a mondani valója, hogy minden ember egyenlő, az emberek fogadják el egymást olyannak, amilyennek teremtődtek, és az emberek az egymás között lévő vitáikat, konfliktusaikat békésen, lehetőleg párbeszéddel oldják fel, és hát ezt az úgynevezett missziós üzenetet képviselve gyalogoljuk körbe most Magyarországon a Magyar tengert, és ha ezzel végeztünk, akkor még a magyar fővárost, a Budapestre is erre sor fog kerülni, és utána visszamegyünk Spanyolországba, és folytatjuk a spanyol tengerpartnak a körbegyaloglását. Úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk most Balatonon. A honlapunkon nagyon sok nyelven látható, hogy mikor, hol vagyunk, hogyan lehet hozzánk csatlakozni. Utána várunk mindenkit Budapesten, aki éppenséggel Budapestre szeretne hozzánk csatlakozni. Valamint a későbbiekben, nem is olyan soká, szintén Spanyolországba szeretnénk majd köszönteni mindenkit. Hát bírjuk, amíg a hitereje van, addig viszik, nem adjuk fel soha, úgyhogy ezt a Balatont akkor is körbe gyalogoljuk. Él nos recomienda pues venir a visitar el lago Balaton y continuar con esta expedición mundial del Dr. Medveszky. Köszönöm szépen, tessék, viszontlátásra! Köszönjük az interjút, Rossa! Misiék lelkesítő szavaival zárjuk mai adásunkat, de számítunk Önökre holnap is. Viszontlátásra! A látottakat kövesse a mai nap üzenete. A gondolati hagyományokat is őrzi a világexpedíció a múlt, jelen, jövő szellemében. És most virtuális palackpostánk a múlt bölcseleteiből.